Az ukrán kormány fontolgatja a lakossági fogyasztókra vonatkozó villamosenergia tarifák felülvizsgálatát, és az áram árának jelentős akár kétszeresére történő emelését, jelentette be szombaton Konstantin Uszcsapovszki az energetikai és közműszolgáltatások szabályozásával foglalkozó Nemzeti Bizottság elnöke egy televíziós műsorban. A köztisztviselő szerint a lakossági tarifák tervezett emelése összefügg az energetikai infrastruktúra helyreállításának magas költségével. Ustapolszki hangsúlyozta, hogy az energetikai létesítmények ellenséges bombázása után idéglenes rendszereket alkalmaztak az áramellátás helyreállítására. Az ilyen rendszerekkel viszont lehetetlen biztosítani az új fűtési szezon átvészelését. Ugyanakkor jelenleg még nyitott a lakossági áramdíjak felülvizsgálatának kérdése. Fejtette ki az energetikai és közműszolgáltatások szabályozásával foglalkozó Nemzeti Bizottság elnöke.